Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Sávolt Attila, a mai vendégem, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. Fantasztikus esemény áll előttünk, Tatabányán, február 3-án, 4-én Davis Kupa, méghozzá a franciák ellen jó kis meccseket várhatunk. Igen, biztos, hogy a 2023 leg, legizgalmasabb és legnagyobb eseménye szerintem a magyar tenisz életében, úgyhogy mi is nagy izgalommal várjuk, előkészületeken túl vagyunk, a csarnok gyönyörű, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó esemény lesz, és hát nyilván reménykedünk valami fantasztikus végkimenetelben. Mennyire más az az izgalom, amivel most várod ezt az eseményt, mint amikor játékosként vártad a Davis kupát? Hát más, de inkább, leginkább azt mondom, az előkészületekben más, mert mint szakmai igazgató ez az első ilyen esemény, ahol részt veszek, mint szervező, és nyilván az a sok Nemzetközi Teniszszövetség által meghatározott feltétel, kritérium, aminek a rendezés oldaláról meg kell felelni, az nekem is új, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás volt. Nyilván az egyik része izgulok, hogy a rendezés és a szervezésben minden flottul és jól működjön, és az elvárásnak megfelelően szerintem ebben nem lesz probléma, és akkor onnantól kezdve inkább úgy mondanám, hogy csütörtöktől lehet igazából elkezdeni már nagyon a csapatért izgulni. Hát nyilván az egy más izgulás, mint amikor az ember a pályán van, szerintem aki már volt játékos, és utána a pálya szélén nézi a mérkőzéseket, az mindig megállapítja, hogy sokkal nehezebb kívülről nézni, mint ez játékosként. Úgyhogy ezeket tudom így nagyjából foglalni. Még egy kicsit maradva annál, hogy játékosként részt vettél, nem kevés ilyen versengésben, van olyasmi most szervezőként, ami úgy egy kicsit bekattan az agyba, hogy na, amikor én voltam ott a pályán, akkor nem tudtam, hogy ez így van, és hogy ez milyen jó így, pedig akkor úgy gondoltam, hogy lehetne ez másképp is? Bármi, ami meglepő volt, vagy, vagy érdekes ebből a szempontból? Hát ugye egyrészt ebben a csoportban, ugye kvázi most már régen világcsoportnak hívták, most is hívnák adnak, de ugye most már egy, egy, ilyen világdöntő van, de mondjuk maradjunk a világcsoportnál. Mi ott nem játszottunk, tehát az, én, az a csapat, aki mi az egyes zónánál nem jutottunk tovább. Tehát nyilván itt a kritériumok emelkednek minden szempontból, a szervezés szempontjából. Azok a meghatározott paraméterek, hogy milyennek kell lennie egy csarnoknak, milyennek kell lennie egy pályaborításnak, a szálloda nem lehet messzebb, mint 40 perc kocsival, és sok egyéb sorolhatnám. Ezekkel én nem voltam tisztában, mint uh -huh. játékos. Mint játékos fölmentünk, megkaptuk igazából a lehetőséget, akár Magyarországon, akár külföldön, és ott maximum a pályaborítás miatt, a labda miatt, vagy esetleg a hotelnek a minősége miatt. Vagy elégedetlenkedtünk, de hát emögött mind-mind millió apró dolog van, amivel, mint játékos nem foglalkozik az ember. A pályaborítást a hazai ö, csapat választhatja ki, ö, kemény pálya lesz, ugye? De ez nagy dilemma volt, nagy szakmai dilemma is volt ez, hogy kemény pályán vagy esetleg salakon rendezzük meg a mérkőzést természetesen a kapitánytól és elsősorban Marcinak a véleményét kértük ki. Én azt gondolom, hogy legutoljára három évvel ezelőtt, 2000-ben volt egy hasonló találkozó a belgák ellen Debrecenben, ahol ezt a mobil salakpályát építette föl akkor a Magyar Teniszövetség. Szövetség. Um, egyrészt én úgy emlékszem, hogy azért olyan vízhang jött a marciék oldaláról, hogy azért az egy nagy, attól függően... volt Egy nagyon furcsa borítás volt, és azért nyilván az akkori belga válogatott egyrészt sokkal gyengébb játékosokba lát, uh -huh. tehát 200-on kívüli uh -huh. játékosok, és tényleg olyan játékosok, akik, akik kemény pályán lényegesen jobbak. Ráadásul volt egy Balázs Attila a csapatban, akinek egyértelműen a salakpálya volt a borítás. A franciáknak is azt gondoljuk, hogy azért ez inkább a kemény pálya közel a játékosokhoz, de egyrészt azért egy Bonzi, azért egy Humbert, azért egy Muté, ezek salakon is nagyon jól tudnak játszani. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk akkor benne lehetett volna a pakliba, hogy elhozzák gázkét, például. Úgyhogy azt gondolom, hogy mivel Marci kérés egyértelműen azért is a kemény pálya mellett szól, mert ő előtte is kemény pálya játszik, és hétfőtől már kemény pálya játszik versenyen, de egyébként az az összes többi játékosra is igaz, ezért esett végül is egy középgyors, kemény pályára a, a választás, ami egyébként Marcinak is a legjobb borítása, Pérozsombor is ilyen borításon tudott elérni, a Davis-kupában már nagyon-nagyon jó eredményeket, Marozsán Fábián Valkuszmát is egyre jobban játszik, úgyhogy végül is így jött ki, így hogy egy kemény pálya, középgyorsaságú pályát választottunk. Ez egy nagyon jó hír, hogy egyre jobban játszanak. Egyébként mindannyian úgy tűnik, hogy egyre jobb formába kezdenek lendülni, mert a franciák nagyon erősek. Ugye ott a franciáknál azt hiszem, tán kilenc játékos is van, aki százon belül van a ranglistán. Mondjuk ez nem jelent semmit, mert egy Davis kupában már megtanultuk, hogy soha semmit nem lehet előre leírni, de azért az, hogy a srácok szerte a világban játszanak, és jó eredményeket érnek el, és szemmel láthatóan jó formában vannak, az jót jelent. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nagyon komplet kis csapat a magyar válogatott, még hosszú éveken keresztül az lehet, sőt, még jobb lehet. Természetesen tudjuk a franciákról, hogy az egyik legnagyobb tenisz nemzet, ha nem a legnagyobb, már Davis-kupa tekintetében is, de ahogy te mondod, kilenc játékosuk van jelen pillanatban, és az első százban, a tizedik, 10. százegyedik, és utána még sorakoznak föl. De azt is hozzá kell tenni, hogy viszont olyan meghatározó játékosuk, mint az elmúlt 10-20 évben volt, jelen pillanatban nincs. Tehát igazából 40. 40, 40. helynél magasabb rangsorolt játékosuk, tehát a nagy sztárok, mint egy Conga, mint egy. at momfiers at gasque ezek már nem állnak rendelkezésre, és én azt gondolom, hogy azért 50 és 100 közötti játékosokat, ugye Marci egyértelmű, de én azt gondolom, hogy akár Zsombor, akár Fábián hazai közönség előtt a Davis kupa által lévő atmoszféra előnyeit magukénak tudva, abszolút minden mérkőzésen van esélyünk, így természetesen reménykedünk azért egy nagy, nagy meglepetésbe a végén, abszolút nem kizárt. Neked is jó nagy tapasztalatod van ebben, és ráadásul közel kétharmadá a Davis kupa mérkőzéseidnek meg tudtad nyerni, mennyire más a hangulat ennek, illetve melyik az, amelyikre te a legszívesebben emlékszel? Hát én mindenképpen a Davis kupa debutálásomra emlékszem legszívesebben Oroszországban, ami ugye Kafelnykov ellen volt, aki akkor második volt a világranglistán, azért ez kevés embernek adatik meg szerintem, hogy így tud debütálni, ráadásul nagyon jól is játszottam. Mihez kezdtél az adogatásaival? Hát ilyen ennyire részletesen már nincs bennem a mérkőzés, de négy szettet játszottunk. Uh -huh. Tehát ahhoz képest, hogy én akkor 150 volt, voltam, ami meg a világon a második legjobb játékos, ugye akkor még három mércetre játszottunk, amit én akkor nem nagyon játszottam egy eszmetlen jó bemutató mérkőzésre sikerült. Én szerintem a Davis kupának a varázsa, amikor a hazai közönség idegen, idegenbe, stb. stb. az mindig nagyon különleges lesz a teniszhezők számára. Azért ez mégis egy olyan magányos egyéni sportág, amikor az az egy-két hét, még akkor is, hogyha mindig is nagyon nehéz volt összeegyeztetni a programba, és sajnos sokszor meg kell hozni a játékosoknak egy-egy nagyobb szárnak azt a döntést, hogy bizonyos fordulókon, bizonyos mérkőzéseken nem fognak tudni a csapat rendelkezésre de abban biztos vagyok, hogy mindenki nagyon-nagyon szeret Davis játszani. És most egy nagyon szép helyen a vadonatúj tatabányai sportcsarnokban lesz majd ez az esemény. Hányan férnek ide be? Ez egy fantasztikus csarnok, tényleg, tényleg jó volt az elejétől kezdve, amikor kvázi rátaláltunk, mert én bevallom őszintén, hogy én nem tudtam a létezéséről. 6500-as a befogadó képessége, tényleg volt itt az ITF, volt itt a franciáknak a csapatmenedzsere, úgynevezett site visiten még egy jó pár héttel ezelőtt, főleg azért, amint mondtam, hogy iszonyatosan sok apró kritériumnak kell megfelelni, mind a ketten el voltak tőle ájulva, nem csak magától a csarnoktól, Effektíve a nézőtértől és ugye az egész csarnoktól, hanem az is, hogy milyen kiszolgáló, milyen sok kiszolgáló helység van, és hogy mennyi minden fog a játékosoknak, a hivatalos személyeknek és egyáltalán a közönség számára rendelkezésre állni. Úgyhogy a helyszín az biztos, hogy szuper lesz. Mennyire nehéz átalakítani egy kézilabdacsarnokot csarnokot egy ilyen tenisz csarnokká? Egyébként sokkal könnyebb, mint, mint, mint gondoltuk. Gyakorlatilag a kézipálya, kézipályának a mérete ugyanúgy 40x20 mint a teniszpályának, ennek a mobil teniszpályának a teljes mérete. Tehát igazából olyan nagyon-nagyon sok vacilálni való nem volt. E, nyilván e, ugye van egy parkettaborítás, arra kell rátenni ezt a mobil pályát, e, de a méretei tekintve e, ez a csarnok számára egy megszokott méret. Ugye a falakat ahogy köré raktuk, ezek mind, mind bevett méretek voltak, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem olyan vészes, Nyilván az a csapatnak a specialitása, aki a mobilpályát megcsinálta és fölrakta, az ő szakértelme a fontos. Mivel lennél elégedett? Nehéz kérdés, mert, mert természetesen erre az a jó válasz, hogy győzelemmel, még akkor is, hogyha ez nem elvárás a csapat felé, hiszen azt gondolom, hogy ha csak a papírformát nézzük, akkor hát egy szerintem 65-35. 60-40- arányban mindenképpen a franciák az esélyesebbek, de hogy az előbb már beszéltük róla, én azt gondolom, hogy azért ez közel ki tud egyenlítődni. Itt a hazai közönség előtt. Tehát tényleg azt gondolom, hogy, hogy hogy én bátran kimerem jelenteni, hogy attól függetlenül, hogy nem vagyunk az esélyesek, én 50-50 százalékot -50 simán érzek a győzelemre, és nagyon reménykedem benne. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy ebben lennék elégedett, de de ennek örülnék, és ennek szeretnék. Nyilván elégedett lennék egy, egy, egy fantasztikus jó szervezésnek, hogy mindenki úgy tudjon ott menni, hogy Huda jól érezte magát ezen a két napon, és ha az egy győzelemmel párosul, akkor nyilván az lesz majd a hogy mondják a korona uh -huh. rendezés tetejére. Reméljük, hogy nagyon sokan ott lesznek majd, és szurkolnak február 3-a, 4-e Davis a Tatabányán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, én és mindezt elmondtad. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!